Egyeztetés zajlik a jövőbeli feladatokról a dombóvári Roma ház előtt a városvezetés és a roma egyesületek között. A jelenleg roma nemzetiségű önkormányzat által használt épület egy részéről folyik a diskurzus. A városvezetés ugyanis úgy döntött, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részét a jövőben a dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület használhatja térítésmentesen. Pintér Szilárd polgármester és a civil szervezetek képviselői aláírták a megállapodást és a használati szerződést. Több szervezet fog össze a romák felemelkedéséért, többek közt az ön által említett kisebbségi önkormányzat, illetve a Roma Közhasznú Alapítvány, aki részt vesz egy országos misszióban, ez misszió romák felemelkedéséért, ezt egyébként a miniszterelnökség égisze alatt történik. És hát óriási rutinja és hagyománya van ennek a közalapítványnak a romákkal való kapcsolattartásban, és ennek a célja az elsősorban különböző képzések lesznek, ahol például számítógépes ismereteket szerezhetnek az abban résztvevők. És külön öröm számunkra, hogy egy összefogás történik az említett szervezetek között, és hát így ez az épület együttes is meg lesz töltve jobban élettel és tartalommal. Az előbb említett két szervezet reményeik szerint nagy összefogásban fog majd dolgozni, és reméljük, hogy minél több roma tud részt venni ezekben a programokban. És hát rendületlenül hiszünk a tudás alapú társadalomban, és elsősorban ezek a képzések azt szolgálják, hogy egyre közelebb kerüljenek a romák is ehhez. Az előzetes felmérések alapján óriási igény van rá. Tehát a meghirdetett kreditszámoknak a többszörösére lenne igény, úgyhogy reméljük, hogy azért ezt bővíteni tudják majd az érintettek, és minden résztvevőt vagy a résztvevők nagy többségét be tudják ebbe a programba venni. Az épületet már a múltban is használta az alapítvány programok lebonyolítására, ezért is gondolták úgy, hogy az ingatlan megfelelő hely lenne a roma fiatalok oktatására a jövőben is. Oktatás lényegében iskolai felzárkóztatás, a gyengén tanuló gyermekek általános iskoláról beszélünk, azoknak a felzárkóztatása tanárokkal, a magatartással küzdködő gyermekeknek a nevelése és oktatása. Ez a fő feladatunk, az oktatás. Uh-huh. Ez mellett felnőtt képzéseket indítunk, ami volt is nagyon sokat, és most azt újra szeretnénk, és a lakosság szolgálatába, közmunkától kezdve mindenben részt szeretnénk venni. A dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület összefogott, és mostantól együtt fognak működni. Közösen csinálunk programokat, nagy segítség ez az alapítványnak is, meg nagy segítség a missziónak is, és a városnak természetesen. A civil szervezetek eltökélt célja egy olyan oktatási környezet biztosítása, ahol a hátrányos helyzetű roma fiatalokat képesek iskolán kívül felzárkóztatni. Pontos számokat nem tudok, de ilyen 2400 fölött vannak azt hiszem a romák Dombováron, és igen, a romák részt vesznek az alapítvány, illetve a missziónak a tevékenységi körébe is, mert ugye előtte is a nagyon sok részben romák voltak azok, akik az alapítványnál tanultak, illetve dolgoztak. Tehát a misszió meg az alapítvány ugyanezt fogja csinálni. Tehát ez a misszió, ez országosan kinőtte magát, és hát nagyon szeretnénk segíteni a hátrányos helyzetű embereken, illetve a gyerekeken, hogy egy kicsit meg tudjunk változtatni az ő életüket is. Különböző szakmákat sajátítanak el. Hát lesznek ilyen képzések, hogy mint a gazdaasszony képzés, vagy lesz ilyen, hogy kiskertgondozás képzés. Tehát minél jobban olyan képzéseket, amire az egyszerű emberek is tudnak menni. Dombóvár vezetése reméli, hogy a helyi roma önkormányzattal is sikerül megtalálni a közös hangot a dombóvári és környékbeli roma származású fiatalok felzárkóztatása érdekében.